Peggy 18. Köszöntelek titeket, drága nézőim! Hát láthatjátok, hogy ismételtem mazoista napom van, és hát elkezdtem folytatni a Postal 3 végijátszást, és a mai epizódunkban kínaiakat fogunk gyilkolni, mert megeszik a jószágot, ennyi a történet, és hát kedves partnerünk, Champ lesz a segítségünkre ebbe a feladatba. Hát ő a kínaiakat fogja így lefoglalni olyan szinten, hogy átharapja a torkukat, meg a nemi szervüket, meg minden egyéb ilyen inas részt, ahol szeret így harapgálni. És hát látható, hogy azért Champ tette a dolgát, de mindeközben ilyen macskák is ide keveredtek, meg még hát lesznek egyéb jószágok. És hát igen, ez a chapter ez egészen pontosan arról fog szólni, hogy ténylegesen jönnek ránk a kínaiak, olyan sokan lesznek, mint a kínaiak. El is fogjuk unni ezt az egészet, és nagyjából ennyi a történet. De jó hírem van, mert ezután már csak egy epizód van, és végigjátottuk a Postal 3-at. Igen, úristen, megmertem tenni ezt a nem mindennapi feladatot, és nem haltam bele, legalábbis még nem. Hát, de mondjuk azért pár agysejtem az elpusztult a végigjátszás során. Hát kellett hozzá egy tudatmódosító, meg minden egyéb eszköz, mert hát gyerekek, öcsém, hát ez a játék. Hát Postal 2, igen, az szórakoztató volt. Így lelocsoltad az embert benzinnel, meggyújtottad, nézted, hogy a bőrére ráig a ruhája, meg ilyenek, de hát ez... Hát ez egy sima Souls motorral készült játék, ami inkább ügyességi, mint ilyen... Hogy is mondjam... Hát nem Postal, hát most nem, hát nem jött át rajta az a rendes Postal életérzés, na, itt már látható, hogy monkeyk is vannak. Amik azért jó, mert ráugrálnak a kínaiakra, és addig se tüzelnek ránk, de hát most erre a kínaira pont nem sikerült ráugraniuk, meg hát ez is így valahogy ide teleportált a hátam mögé. Semmi baj, mert hát igen, nagyjából ennyire erősek ezek a kínaiak. És hát igen, ilyen automata és nehéz gépfegyverek ellen mindig macsetével próbálkoznak, ugye ez egy roppant elmés módszer volt a készítők részéről, hogy hogyan tegyük úgy élvezhetője a játékot, hogy közben azért ne tűnjünk hülyének. Hát igen, no. Mit évők legyünk? Na igen, átváltottam nehéz gépfegyverre, mert egy kicsit gyorsabban fogok haladni. És hát, mondjuk ez a chapter sem lesz nehéz, csak éppenséggel baromira nem tudom, hogy már kell ezt majd menni, és ezért fog tartani 10 percig, amúgy szerintem kb. 3,5 másodperc alatt végigjátszható az egész. Így elindulunk, mint az állat, jönnek a kínaiak, de lehet, hogy lesek el őket lőni, ugyanúgy, mint az Alien Colonial Marinesnál. A gyerek úgy játszotta végig a játékot, hogy egyszer el nem sütötte a fegyverét, csak elrohant az Alienek mellett. Hát igen, az is egy híresen jó játék. Jaj, de legalább a vállaimról most már lepereg a teher, végigjátszottam a Postal 3-at. Hihetetlen, komolyan mondom, annó, mikor elkezdtem ezt az egészet, azt hittem, hogy jó fogok szórakozni, tévedtem. Ha. Jaj. Na de, mint látható, hát jönnek ránk kínaiak, és a következő 15 percben, na jó, nem, következő 7 percben még kínaiakat fogunk ölni. De amúgy még nem számoltam, hogy összesen mennyit helyeztek el itt a pályán, de azt hiszem most járunk olyan 32-nél. Ó, és valonnan már megint lövöldöznek ránk. Csomp, tedd a dolgod, ez az, egyed meg szépen, és megette. De láttátok, hogy megette. És megy tovább, hát igen. Amúgy kicsit érdekes így a segítőink emélye, mert néha úgy... Tényleg úgy gyilkolják az embereket, mint az állat, máskor meg csak úgy simán ugrál körülötte, azt lesi, hogy mi van. Akkor meg te is nézed, hogy most mi a fak van, mert ez éppenséggel a kutya nem azt csinálja, amit kéne, hanem csak úgy... Úgy el van. Jaj. Na, de legalább ezt a terhemet letudtam, és most már nyugodtan belekezdhetek abba, amit már tervezgetek egy ideje.
Egyesek már tudják, mások még nem. Megcsinálom a Halálba menet 3-at. Igen, csináltam már 2 ilyen Battlefield-es filmet, és ez lesz a trilógia lezáró, befejező, utolsó epizódja. Ez már BF4-be fog játszódni, és hogyha minden jól megy, akkor Full HD-ba út a grafikán. Hát reményeim szerint ezért sikerülni fog a művelet. Hát arra készüljetek fel, hogy a következő pár hétben azért nem fogok olyan sok videót feltölteni, mert általában azért ez elég komoly melót igényel. Vágás, kitalálni a történetet, zenét keresni hozzá, feliratot esetleg, még azt is ki kéne találnom, hogy szinkronos legyen, vagy feliratos. Mert hát ahhoz, hogy az második résznél, most bocs, hogy erről beszélek, csak most épp úgyis kínaiakat fogunk ölni, szóval nem, tök mindegy. Na, a második rész, hát az első részet azt feliratosra csináltam. Szerintem az úgy jó is volt úgy, ahogy, de sokan panaszkodtak, hogy hú, szinkronnal mennyivel jobb lenne, meg bla 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 bla. Igen, tudom, hogy szinkronnal jobb lenne, de egy dolgot elfelejtenek. Ahhoz, hogy az ember egy élvezhető szinkron tudjon csinálni akármilyen videó alá, ahhoz egy profi hangstúdió kell, de ha nem is olyan profi, egy jó mikrofon, meg nagyjából egy hangszigetelt szoba, meg olyan emberkék, vagy emberek, vagy egy ember, na jó, nem mondjuk egy filmnél azért sokkal több emberre van szükség, tehát nem úgy, mint a régi 90-es években, hogy egyetlen egy hang mondott fel minden szöveget a film alatt, hanem tényleg most másik résznél annyi nagyobb baromira le kellett butítanom a szöveget ahhoz, hogy tudom én, kb. 7-8 emberrel meg tudjuk oldani a szinkront. És akár azzal is az volt a gáz, hogy hát mivel nem stúdióban lett felvéve, mindenki az otthoni kis mikrofonjával vette föl, és hát valaki csak bedugja a headset, hát a fülesét a gépbe, és akkor nem állítgat semmit a hangbeállításokkal, és hát ilyenkor azért előszokott fordulni az, hogy beleszuszognak a mikrofonba, belerecseg, torz. És akkor ez nem igazán adja vissza azt az élményt, amit az ember úgy elvárna egy ilyen filmtől. Úgyhogy még gondolkoznom kell, lehet, hogy ezt is megcsinálom inkább feliratosra, nem tudom. Majd attól is függ, hogy milyen emberekkel tudok együtt dolgozni, nekik milyen karakterük van, mármint hangilag, meg a színészi adottság sem áll, szóval. De van, akinek jó hangja lett volna, csak épp, hát na, igen, hát nem volt valami jó színész, úgyhogy ezt a részét annyira ne is erőltessük. Jaj, de a harmadik rész az talán el. Megfelel majd az én elvárásaimnak is, a másiknál rengeteg kompromisszumot kellett kötni. Alapból, mikor forgattuk a filmet, erről nem beszéltem, legalábbis akik jártak a forgatásokra, az nyilván tudja, de akik nem, azon fogalma sincs, hogy a film háromnegyedén, amikor vettük fel így a jeleneteket, kipecselték azt a bugot, amivel ilyen spektátorszerű módba bele tudtam menni, mert hát igen, a Battlefield 3-ban nincsen spektátor, ez az luxus. A Battlefield 4 ebből a szempontból sokkal jobb, meg lehet rajta szabályozni a kamerának a sebességét. Ezt nem tudtam nagyon sokáig, jó, mondjuk nem is erőlködtem annyira a spektátor nézegetéssel egészen mostanáig, de háromféle sebességi fokozatban lehet állítani a Battlefield 4 spektátor kameráját. Van egy ilyen slow, vagy medium, meg egy fast kamera. De nem mondtam teljesen igazat, mert nem háromféle kamera sebesség van, hanem 3,5. Most erre a félre kitérnék, mert page down-nal lehet beállítani, hogy lassan menjen, page up-pal értelemszerűen, hogy gyorsabban menjen a kamera. És ha mondjuk beállítottuk a baromi lassúra, de egy picit gyorsítani szeretnénk, de nem annyira, mint hogyha a normál sebességgel menne, akkor a shift megnyomásával ezt tudjuk így kicsit begyorsítani, és ez ugyanúgy mind a három fokozatra érvényes. Tehát ezért mondom, hogy olyan kb. 3,5 sebességi fokozat van, ugye? BF4-nek a spektátorába. Jaj, meg az egyik ismerősöm mesélt egy olyanról, hogy van egy olyan kamera, hogy oda helyezed, ahova akarod, na majd még ezt valahogy ki kell próbáljam, meg tapasztaljam. Azt tudom, hogy a kontrollpontoknál elhelyezett kamerákat, azokat lehet variálni, de állítólag létezik egy olyan is, amit így fixen járműre tudsz tenni, és akkor úgy nézed a járművet mindig abból a szögből, ahogy akarod. Hát érdekes lesz, gyerekek, megmondom őszintén. De már előre félek, mert kb. Ez megint egy fél év lesz az életemből. De talán meg lesz a eredménye, és mint látható, véget ért a Postal 3 mostani epizódja, ahol 12.000 kilóival végeztünk, és 82.000 majmot mentettünk meg az éhhaláltól. Hú, de jók vagyunk, és már is látható, hogy felhívott minket a kedves barátunk.
nem tudom, hogy hívják, nevezzük el Morrisnak, és hát közli drága főhősünkkel posztál Duddal, hogy te figyelj már, itt ülök ebbe a kanapéba, és be vagyok baszva, de kifogytam a piából, úgyhogy légy szíves, hozzá nekem valamit inni, már olyan szomjas vagyok, hogy kész vagyok vele, hallod, behalok, vásíszöcsét. Jó van, haver, már is nézek valami nedűt, azt mondja, van itt egy kis újzó, meg egy kis beherovka, ó, és talán egy kis csivász regál is belefér. Aj, öcsém, ez nagyon kemény pia lesz, figyelj csak mit tudj, ojjjj, flashálni fogsz tőle olyat, öcsém, olyan rosszabb, mint az abszint, bazd meg. Na, hölgyeim és uraim, találkozunk a következő epizódban.